Kossuth Rádió Budapest. Pontos időjelzést adunk. Az ötödik sípszó elhangzásakor 22 óra van. Sérüléses balesetet okozott a vihar a budapesti tűzijáték alatt. A Batthyány téren a nézőkre dőlt a délutáni légiparádét tudósító újságírók számára felállított emelvény. Meg nem erősített információk szerint a mentők több olyan riasztást kaptak, hogy kidőlt fák, tetőkről lehulló cserepek okoztak sérüléseket a tűzijáték nézői között. A Lánchídnál a híd alatti alagútba menekültek az emberek. Műsorunkban friss információkat igyekszünk szerezni az Útinform, a Meteorológiai Szolgálat és a MÁV ügyeleteseitől. Jó estét kívánok, itt a Kossuth Rádió hírműsora. A szerkesztő Balogh Balázs nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Papp Endre. További főbb híreinkről először röviden. A bemondó Pintér Sándor. Múltunk tanulságainak levonására buzdított Erdő Péter Géboros, Prémás Esztergom budapesti érsek a budapesti Szent István Bazilika előtt bemutatott szentmisét. A kevésbé bürokratikus katonai irányítás kialakításáról is beszélt az idei tisztavatáson Szekeres Imre honvédelmi miniszter. A politikai erkölcsöt kérte számon a miniszterelnökön Áder János, az országgyűlés fideszes alelnöke. Magyar aranyeső a szegedi síkvízi kajakkenu világbajnokságon, és most mindenről részletesen. A meteorológusok már napokkal korábban jelezték, hogy vasárnap este markáns hidegfront érkezik hazánk fölé. Budapesten a vihar sajnos éppen a tűzijáték kellős közepén csapott le. Amíg a fővárosig ért, okozott-e problémát másút? Milyen jelentések érkeztek erről az Országos Meteorológiai Szolgálathoz? Az ügyeletest Molnár Lászlót kérdezem. Jó estét kívánok! Az elmúlt órákban valóban egy hidegfronthoz kapcsolódó zivatarvonal vonult át a Dunántúl északi részén, 21 óra környékén Budapestet is elérte. A front 80-120 km/h széllökéseket is okozott, és intenzív csapadékhullás kísérte. A vonal tovább mozog nyugat-keleti irányba, a következő órákban Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket érinti. Holnap napközben már nyugodtabb időre számíthatunk, inkább csak északkeleten lehet szorványosan zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban 14 és 19, kora délután 22 és 27 fok között alakul. Köszönjük szépen a friss információkat, Molnár Lászlónak, és ahogy hallották, a vihar nyugat-kelet irányban megy tovább, tehát számítsanak abban az irányban arra, hogy gondotakat okozhat az időjárás. Már a tűzijáték megkezdése előtt is hatalmas torlódások alakultak ki a fővárosi és a fővárosba vezető utakon. Nem okozott-e az ilyenkor megszokottnál nagyobb fennakadást a vihar, hiszen rengeteg néző fedetlen helyről figyelte a tűzijátékot, és ennyi embernek nyilván időbe telt, mire fedett helyre került. Az Útinformot kapcsoljuk, ahonnan az ügyeletes Paládi Ferenc jelentkezik. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az esti órákban a felhőszakadás a Dunántúl középső és északi megyein vonult végig. Súlyosabb személysérüléssel járó balesetre jelentést nem kaptunk, de a heves szél fákat csavart ki a Kisalföld több útján. A helyreállítás miatt több helyen útszűkület akadályozta a folyamatos haladást. A 84-es félúton lövőnél egy személyautóra dőlt egy fa, a 98-as kilométer közelében közel fél óráig a műszaki mentés miatt csak egy sávon lehetett autózni. A 86-os félúton szélnél a lehullott fágak és gajak között csak lépésben szlalomozva lehetett közlekedni. A kelet felé vonuló vihar az autópályán is lassította a haladást, az M1-es autópálya Zsámbéki szakaszán az autók többsége a leállósában várta a felhőszakadás elvonulását. Jelenleg az intenzív szélök és a csapadék a Dunántúl a kelet felé csúszott, a Dunatisza közön és az Alföld északi megyei felé vonul. A megváltozott feltételek miatt most ott vezessenek óvatosan. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük szépen, és akkor most kíváncsiak vagyunk arra, hogy a vonatok közlekedésében jelentette valamilyen problémát a vihar kitörése. A MÁV ügyeletesét, Kavarec Imrét kapcsoljuk. Köszöntöm a rádió hallgatóit, jó estét kívánok!
A hirtelen jött vihar gondot okozott és okoz most is a vasúti közlekedésben. Több helyen fák dőltek a vasúti vágányokra, így Rákos rendező, Rákos palota Újpest, illetve a nyugati pályaudvar, valamint Angyolföld térségében nem közlekedhetnek a vonatok, tehát ez nagyon fontos információ, hiszen az esztergomi vasútvonalra nem mehetnek most ki a vonatok, illetve onnan nem érkezhetnek be a főváros nyugati pályaudvarára, illetve a Váci vasútvonal közlekedésében is gondot okoz mindez. A kelenföldi pályaudvar és déli pályaudvar között ugyancsak egy fadőr a vezetékre, de azt nem szakította le, az egyik pálya használható, ott, ha késve is, de közlekedhetnek a vonatok, csak úgy, mint Kőbánya felső és a keleti pályaudvar között, ahol az egyik vágány kellett lezárni, a gajakat eltávolítják onnan. Szeretném megbiztatni az utasokat, hogy azok a mentesítő vonatok, amelyek 22 óra, 23 óra körül indulnak, hiszen a vízijátékról hazatérők részére a vasútársaság ezeket a vonatjáratokat bevezette, forgalomba állította, el fognak indulni, a szakemberek azon vannak, hogy ezeket a gajakat, ezeket a kidőlt fákat eltávolítsák a vasúti pályatestről. Tragikus hírt hozott ebben a pillanatban be a szerkesztőnk a stúdióba. A fővárosban a tűzijáték alatt kitört vihar alatt a pesti alsó rakparton egy ember meghalt, legalább 10 megsebesült, közölte a távirati iroda. Az Erzsébet híd pesti hídfője alatt a mentők két sérült külföldit, egy férfit és egy nőt láttak el. Két ember sérült meg a pesti vígadó teraszán, illetve a Marriott szállodánál, ahol a betört ablakokból kizuhanó üveg sebezte meg a nézőket. Súlyos és könnyebb sérültek vannak Budán, a Sándor palota környékén is. A Batthyány térnél legkevesebb két ember megsérült, amikor a nézőkre dőlt a délutáni légi parádéból tudósító újságírók számára felállított emelvény. Ennyit az ünnepi tűzijáték körül kialakult problémákról, és most térjünk vissza a Szent István királyunk mai megünnepléséhez. A hagyományoknak megfelelően megtartották Budapesten a Szent Jobb körmenetet, és előtte a budapesti Szent István bazilika előtt az ünnepi szentmisét. A magyaroknak újra át kell érezniük a Szent István által alapított keresztény Magyarország örökségét, mondta Stanislav Dzsivis, II. János Pál pápa egykori személyi titkára, az államalapítás ünnepén tartott szentmisén a budapesti Szent István bazilika előtt. Erdő Péter bíboros prímás, az esztergom budapesti érsek a szentmise előtti köszöntőjében elmondta, meghaladta az 1 milliót azoknak a magyaroknak a száma, akik aláírásukkal erősítették meg, hogy imádságokkal csatlakoznak a nemzet lelki megújulásáért meghirdetett idei ima évhez. A mise után megtartották a hagyományos Szent Jobb körmenetet. A honvédelmi miniszter szerint 1000 év után beteljesedett a Szent Istváni örökség. Szekeres Imre a Kossuth téri tisztavatáson emlékeztetett arra, hogy Magyarország része lett a nyugati szövetségi rendszernek és az Európai Uniónak. A Magyar Honvédség történetében első alkalommal nő volt az eskü szövegének előmondója a tisztavatáson, amely előtt a hagyományoknak megfelelően felvonták a nemzeti lobogót. A központi ünnepséget országszerte követték megemlékezések. A politikai erkölcsöt kérte számon a miniszterelnökön Áder János. Az országgyűlés Fidesz és alelnöke Hódmezővásárhelyen Szent István napja alkalmából mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy Gyurcsány Ferenc pár nappal a választások előtt azt mondta, a kormány és személy szerint ő is elkötelezett az adócsökkentés mellett, sőt, törvény is született erről. Majd pár nappal a választások után hatályon kívül helyezték ezt a törvényt, és mindenkit sújtó adóemelések sorozatát vezették be. Áder János szerint annál nem érhet súlyosabb csapás egy nemzetet, mint hogy lemondjon arról, hogy számon kérje vezetőin az alapvető erkölcsi szabályok betartását. Együtt ünnepelte az államalapítás napját a Fidesz és a Nemzeti Fórum Veszprémben. A megemlékezésen Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke a veszprémi várban Szent István és Gizella szobránál azt mondta, hogy államalapító királyunk megteremtette a negyerrendszert, amely kiállta az időpróbáját, és túl fogja élni a mostani próbálkozásokat is. Lezsák Sándor hangsúlyozta, ha a keresztény Magyarországon akarunk élni,
Cél, hogy érték legyen a munka, a tudás, a hit és az erkölcs. Határainkon túl is megemlékeztek az ünnepről. Erdélyben Lokodi Edit, a Maros megyei önkormányzat elnöke azt mondta, hogy a bölcs döntéseket meg kell tanulni Szent Istvántól, és a jó döntés ma az erdélyi magyarok számára az autonómiáért folytatott küzdelem. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megemlékezésén Aknasz Latinán az egybegyűltek megkoszorúzták a templomkert parkjában a magyar szenteknek állított szobrokat, a sztálini terror áldozatainak emlékművét és a honfoglalást megörökítő kopjafát. A Vajdaságban tegnap tartották a hivatalos megemlékezést. Kassa József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke felszólította a Szerbia kormányát, hogy teremtsen rendet a kisebbségi jogban, és fékezze meg a magyar ellenséget. A magyar kormánytól pedig azt kérte, hogy ne szüntesse meg a határon túli támogatásokat. Krónika. Terror fenyegetettség Németországban. Személyes tapasztalatairól is beszámol berlini tudósítónk Zentai Péter. Különlegesen kiképzett rendőrök járőröznek a német nagyvárosok pályaudvarain. Ezt ma a berlini főpályaudvaron magam is tapasztaltam, és ekközben lassan, de biztosan hozzá kell szokniuk a vonaton utazóknak, a pályaudvarokon tartózkodóknak, hogy a hatósági emberek szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogják podgyászaikat. Minden német vasútállomást további egyre kifinomultabb műveletekre képes kamerákkal szerelnek föl. Íme ez csak ízelítő, csupán a nyilvánosságra hozott tervezet megelőző intézkedésekből, amelyeket a terrorfenyegetettség árnyékába került Németországban foganatosítanak. Ami örvendetes fejleménynek tetszik, hogy tegnap állítólag szökés közben elfogtak egy gyanúsítottat Kiel észak-német város pályaudvarán. Az arab fiatalembert gyanúsítják a 20 nappal ezelőtt leleplezett, meghiúsított pályaudvari terrorakció sorozat végrehajtásával. Kamera által lefényképezett társát még törözik. A felvételek tanúsága szerint ők ketten helyeztek el robbanó szerkezeteket regionális vonatjáratok kocsiaiban a koblenci és a dortmundi főpályaudvarokon. Az illetékes államügyész szerint komolyabb szervezett bűncselekményről, vélhetőleg terrorista összeesküvésről van szó. A szálak a bizonyítékok szerint Libanonba vezetnek, de nem lehet kizárni, hogy ezeknek az elkövetőknek még sincs közük nagy nemzetközi terrorcsoportokhoz. Wolfgang Schäuble belügyminiszter szerint Németország teljes mértékben bekerült a terrorizmus mozgatóinak célkörébe. Sport a késő esti krónikában, a szerkesztő Petúr András. Megdőlt az aranyrekord a szegedi kajakkenu világbajnokságon. Novotny Zoltán összefoglalóját hallják. Kis túlzással magyar nőnap volt ma Szegeden. Benedek Dalma 500 méteren, Paksi Tíme a 200 méteren. A Komács Katalin, Janics Natasa kettős és a négyes mindkét távon aranyérmet nyert. 500-on Fazekas Krisztinával, 200-on Patyi Melindával. Ez pedig 100%-os teljesítmény. Az aranygyűjtés ma is Benedek Dalma kezdte, és szűszerűen az utolsó számban a négyes fejezte be. Paksi 200-on ritkán tapasztalható 7 másodperces különbséggel győzött, Kovács Katiék pedig szorongatott helyzetben az utolsó métereken is gyorsítani tudtak. Férfi kajak négyeseink 500-on és 200-on is ezüstérmet nyertek. A rövid távon centiméterek hiányoztak a győzelemhez. Bronzérmes 500-on a Kozman Kolonics kenupáros és a Kammerer Kucsera kajak kettős, 200-on pedig a kenu négyes. 10 méterrel a cél előtt még vezetett 200-on a kajakos Boros Gergely, de végül negyedik lett, csak úgy, mint a Kovácsi vég kenupáros. A tegnapi és mai 12 arannyal felülmúltuk a 3 évvel ezelőtti Gainesville-i eredményt, amikor 10 elsőségig jutottunk. A magyar csapat legeredményesebbje Kovács Katalin és Janics Natasa volt. Ők valahányszor rajtozáltak, megnyerték a futamukat. 6 aranyérem került a nyakukba. Velük beszélget Kalapos Mihály. Az most már biztos, hogy örökre összeforrott a nevetek. Tényleg? De jó! Azt hittem már régebben összeforrt a nevünk. Jó érzés ez. Jó érzés ilyen jól együttevezni, ilyen jó csapatban lenni, és így versenyezni. Ezt még senki nem csinálta meg a világon, hogy egy világbajnokságon női kajakosként 6 aranyat nyerjen. A fiúkban sem volt, ugye? Kijavítottak. De jó érzés, tényleg. 504-es, ez kicsit így szoros volt, de az a lényeg, hogy ott is nyertünk, és nagyon-nagyon örülök, hogy megcsináltunk. Boldogan megyünk el innen,
és beszámít, hogy a csapatban nincsen a rossz érzés. Az megfordult a te fejedben is, hogy a négyes már csak azért is kell megnyerni, mert hogy mind a 3-4-esben van egy-egy lány, akinek az lehet az egyetlen aranyérme. Persze, de tudtam, hogy nagyon jól megyünk négyesben, tehát nem lehet gond. Az nem fordult meg a fejembe, hogy ott esetleg ki tudnánk kapni. A párostól ott féltem egy kicsit, mert nagyon erős egységek vannak, de négyesben előfuttamnál is, meg az elben is úgy éreztem, hogy egyszerűen nagyon jól megyünk. Áll alattunk a hajó, egyenesen halad előre, nem billegünk, tökéletes módon ment. A labdarúgó NB1-ben ma egy mérkőzést rendeztek, ezen Győr Reac 2-2. A másodosztályban a mai mérkőzések a nyugati csoportban Kaposvölgye Gyirmót 1-2, BKV Előre Barcs 1-3, keleten Bőcs Tuzsér 2-2, Jászapáti Kazinc Barcika 0-2. Nem sokára mondom majd a totó eredményeket is, de előbb gyorsasági motoros világbajnokság, hiszen Brünóban a csehországi futamon Talmácsi Gábor idei legjobbját nyújtotta, a harmadik helyet szerezte meg. Most őt hallják. Hát én azt gondolom, hogy erre az eredményem lehetek a legbüszkébb, amit valaha életemben elértem. És ezt azért, hogy mondjam, mert már volt több győzelmem, de itt Brünóban egy ilyen technikámmal, amivel most tudok, és ennyi probléma után, amit az elmúlt 10 versenyem volt, nem gondoltam volna, hogy ilyen eredményre képes leszek. És Brünóra mindig készültünk, de most a sors visszaadtam az előző években, de 2004-ben eltört a kezem az edzéseken, nem tudtam indulni a versenyen. Az előző évben a KTM-mel adódtak problémák, és a 9. lettem, most pedig a Hondával a 3. Én azt gondolom, hogy ez felért egy győzelemmel. És azért örültem nagyon, mert az utolsó kanyarban megcsúsztam, mert én is nekem is sokat kellett kockáztatnom, és csúszásból úgy tudtam korrigálni, hogy nem tudtak megelőzni az ellenfelek, pedig azért volt ott pár még rajtam kívül. Tényleg nem tudok más mondani, hogy fantasztikus volt, meg vagyok, és van hátra 5 futam, ebből kell kihozni a legtöbbet. Most egy ilyen siker után ebből a lendületből nem szabad engedni. Megyünk Maláziába, Ausztráliába, Japánba, lesz Portugál és meg a spanyol futam, ami pályákat szeretek, és ez az eredmény összejöhet még, ha bár elég keményen kell érte dolgozni, mert azért Brünót ismerem, mint a tenyeremet. A többi pályán nehezebb lesz, de nem adom fel, az biztos. Talmácsi ezzel összesítésben a 8. helyen áll 81 ponttal, a spanyol Bautista vezet 230 világbajnoki ponttal. A 250-es kategóriában a spanyol Lorenzo rajtcél győzelmet aratott MotoGP-ben, az olasz Loris Capirossi győzött. A hazai pályán versenyző Markus Grönholm nyerte a Finn Rallyt, a világbajnoki sorozat 10. futamát. Totó eredmények következnek, ma 4 mérkőzést játszottak, Bielefeld Stuttgart 2-3, Manchester United Fulham 5-1, Chelsea Manchester City 3-0, Bochum Bayern München 1-2. Így tehát teljes a tipsor. A következő. Az első mérkőzéstől 2-es, 1-es, X, 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 1-es, 2-es, X, 1-es, 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 a plusz mérkőzés pedig 2-es. Lottó és totó nyeremények. A 6-os lottón 5 plusz 1-es sem volt, az 5-ösök nyereménye 261.833 forint, a 4-esekre 6.366, a hármasokra 1172 forintot fizetnek. A 6-os lottó nyerőszámai 3-as, 14-es, 29-es, 30-as, 32-es, 42-es, a pótszám pedig az 5-ös. A totón a 13 plusz 1-esek nyereménye 3.381.878 forint. Az egyetlen 13-asra 593.279 forintot fizetnek. A 12-esek 18.540, a 11-esek 1222, a 10-esek 279 forintot érnek. És most akkor a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a felhőzet, záporeső, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet. Holnap a több órás napsütés mellett csak időnként lesz erősen felhős az ég, elszórtan várható zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, a hőmérséklet hajnalban 14-19, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul. Budapesten is erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar várható. Holnap már csak időnként lesz felhős az ég, hajnalban 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
A fővárosban 21 órakor 26 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hektopaszkál, gyengén süllyed. Kedves hallgatóink, azóta hírszerkesztőnk egy újabb értesülést kapott, és sajnos azt kell mondanom, a távirati iroda szerint több halottja is van az esti budapesti viharnak. Az MT értesülései szerint a halálos baleseteket kidőlt fák okozták. Legalább 10, de hát nyilván az ott, amely kiderül, hogy sokkal több sérültről is tudnak. Az Erzsébeti pesti hídfője alatt a mentő két sérült külföldit, egy férfit és egy nőt láttak el. Két ember sérült meg a pesti Vigadó teraszán, illetve a Marriott szállodánál, ahol a betört ablakokból kizuhanó üveg sebezte meg a nézőket. Súlyos és könnyebb sérültek voltak Budán, a Sándor palota környékén. A Batthyány térnél Budán legkevesebb két ember megsérült, amikor a nézőkre dőlt délután a délutáni légiparádéról tudósító újságírók számára felállított emelvény. Itt maga a távirati iroda helyszínen lévő tudósítója is látta, hogy ez rádőlt az emberekre. Reméljük, több tragikus hírt nem kell majd közölnünk, és hát ebben a reményben búcsúzom a Krónika hallgatóitól. Híreinket olvashatják a www.radio.hu címen, a világhálón is. A hírszerkesztő Mester Mónika, a bemondó Pintér Sándor, a szerkesztő Balogh Balázs, a műsorvezető Pap Endre volt. Technikai munkatársak Zancsó Mária, Pintér András, Móder Erzsébet, Schwarz Nóra és Szokodi Bea. Kedves hallgatóink, valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, mindannyiuknak jó éjszakát kívánok. 22 óra 20 perc. Folytatjuk közvetítésünket a Veszprémi Petőfi Színházból. Száraz György Király Cseh című vígjátékának második része következik.